Lezárult az atlétikai szakosztály 2021-es szezonja, sikeres évet zártak annak ellenére, hogy sok versenyző a Covid protokoll miatt nem tudott részt venni bizonyos bajnokságokon a fedett pályás megmérettetésekben. A szabadtéri szezonban viszont sikerült aktívan részt venni a versenyeken, ami végül meghozta a várt eredményeket, mondta el Scherer Tamást, a Szexuális Sportközpont Nonprofit Kft. Szakmai vezetője. Végül 6 bajnoki arannyal, 6 bajnoki ezüsttel és 8 bajnoki bronzéremmel zártuk a szezont. A palettánk az továbbra is színes, hiszen a U14-es korosztályban, az U16-ban, U18-ban is szereztünk érmet, sőt az U23-asoknál és Szemerei Leventének köszönhetően a felnőtteknél is vannak bajnoki címeink, bajnoki eredményeink. Emellett nagyon fontos, hogy nemzetközileg Szemerei Levente ki tudott lépni a porondra. Ugye a csapat Európa-bajnokságon képviselte a magyar színeket, és az U23-as Európa-bajnokságon is részt tudott venni, ahol az előfutamba épp hogy csak lemaradt néhány századdal a döntőbe jutásról. A színes paletta alatt nem csak a korosztályokat kell érteni, hanem a versenyszámokat is. Középtávfutó érmeink is vannak. Van érmünk 100 méteres síkfutásban Szilágyi Péternek köszönhetően, magasugrásban Katona Kitti volt bronzérmes, és hát vannak csapat címeink is, tehát a ügyességi csapatbajnokságon magasugró csapat, gátfutó csapatunk végzett dobogós helyen, vagy a női ötösugró csapatunk, ami nagyon fontos, hogy a lányoknál is tudunk végre érmeket szerezni, ami az elmúlt években nem mindig volt jellemző. Úgyhogy széles skálán, színes palettával dolgozunk, és ennek megvan az eredménye, hál' Istennek. Scherer Tamás azt is hozzátette, hogy nagyon fontos volt számukra, hogy egy U18-as országos bajnokságot is megrendezhettek itt Szekszárdon, valamint az U14-U16 regionális fordulót is ők valósították meg a 2021-es szezonban. A hazai pályás versenyeken túl voltak Győrben, Székesfehérváron és Pécsen is megmérettetéseken. Az utánpótlás a Sport 21 és a Kölyökből atléta elnevezésű programban nevelődik, erről is beszélt a Sportközpont szakmai vezetője. A Kölyökből atléta program az ugye most indult szeptemberben az új tanévvel. Itt próbálkozunk több csoporttal is a város iskoláiban részt venni. Ezeknek az eredménye majd az elkövetkezendő években, évtizedekben fog majd látszani, remélhetőleg hasonló eredménnyel, mint az idei évben. Az atlétika szakosztály nagyon örül annak, hogy a már meglévő tagokkal is ilyen szép eredményeket sikerült elérni, és remélik, hogy az utánpótlást ösztönző programok sportolásra bíztatják majd a gyerekeket.